Nagy többséggel fogadta el döntőházként a képviselőház a levélben szavazás törvényét. Noha a liberális ellenzék nem értett teljes mértékben egyet a kormánypárti verzióval. Az RMDSZ tiltakozásul kivonult az ülésteremből. A törvénytervezet eredetileg már a címében is a parlamenti választásokra vonatkozott volna, többen azonban a hatáskörét egyéb választásokra is ki akarták terjeszteni. Az RMDSZ azonban nem csak ezzel nem értett egyet, hanem azt is kifogásolta, hogy a levélszavazás nem garantálja a titkosságot, ami pedig alkotmányos előírás. Ennek kapcsán pedig azt kifogásolták, hogy a törvénytervezetet sürgősségi rendszerben tűzték napirendre, s így megakadályozták a részletes vitát. Nekünk egyetlen módosító javaslatunk lett volna a 28. cikkelynél, ami egy rendkívüli fontos alkotmányos aggályra vonatkozott volna. Ha azonban önök úgy gondolják, hogy berekesztjük a további vitát, rendben, de nélkülünk. Ezt követően az RMDSZ képviselői tiltakozásul elhagyták az üléstermet. A munkálatok az RMDSZ-es hónatják nélkül folytatódtak, és a kormánypárt és a liberálisok 257 igen szavazatával elfogadták a jogszabályt. 30 képviselő nemmel voksolt. Ami az RMDSZ ellenkezését illeti, Szokoli Elek politikai szakértő szerint nem csak az alkotmányossági aggályok húzódnak a háttérben. Az RMDSZ fenntartásainak persze nem csak jogi, hanem feltehetően politikai oka is vannak, hiszen amennyiben sikerül feltornászni a résztvevők létszámát a külföldön tartózkodó román állampolgárok hozzáadásával, ugyanolyan arányban csökkenhet a romániai magyarság létszáma. Az alkotmányossági kifogások ugyanakkor lehetőséget adnak arra, hogy az RMDSZ az alkotmánybíróságon támadja meg a törvényt. Kelemen Hunor már korábban bejelentette ezt a szándékukat, ehhez azonban nincs elegendő képviselője a szövetségnek, így más párt soraiból támogatókat kell keresniük.